Igen. Nem. Videóhívások segítségével tartják most a kapcsolatot a hozzátartozókkal a keszthelyi idős otthon lakói. Az itt dolgozók ezzel próbálják segíteni azt, hogy a járvány miatt bevezetett látogatási tilalmat minél könnyebben átvészeljék az idősek. Az operatív törzs rendelkezésének megfelelően március 8-a óta csak a dolgozók léphetnek be az épületbe, így az idősek húsvétkor sem találkozhattak szeretteikkel. Márciusban az Egyesített Szociális Intézmény vezetése arról is határozott, hogy a lakók sem hagyhatják el az épületet, mondta el Királyné Domaházi Csilla. Az intézmény vezető hangsúlyozta, nagy próbatétel mindenki számára, hogy tartsák a lelket az idősekben. Be kell, hogy mondjam őszinte, hogy nekem nagyon rutinos kolléganőim vannak, kollégáim vannak, akik nagyon is értik a, nem csak az ápolási feladataikat értik nagyon jó, hanem ennek a mentálhigiénis részét is. Tehát nyilván sokkal többet beszélgetünk, sokkal több mosoly van, sokkal több olyan gesztus van, ami pótolja valamilyen szinten a hozzátartozó hiányát. A járvány elleni védekezés miatt bezárták az idősek klubját, a nappali ellátásban részesülők sem léphetnek be az intézménybe, a bejárós étkezőknek is egyszer használatos ételhordókban szállítják ki az ételt. Az Egyesített Szociális Intézmény vezetője arról tájékoztatott, a lakók biztonságban vannak, és mindent meg is tesznek, hogy ez így maradjon. Nincs fertőzött az intézményben. Minden nap két alkalommal mérjük a lakóinknak a hőmérsékletét, tehát gyakorlatilag bármilyen olyan változás, ami arra utalna, hogy betegség lép fel, akkor azt azonnal le tudjuk reagálni. Folyamatos kapcsolatban vagyunk a házi orvosunkkal, Hertelendi László doktor úrral, folyamatosan figyeljük a lakóink egészségi állapotát, és igyekszünk minden olyan óvintézkedést betartani, tehát gondolva arra, hogy a nővérek maszkban, kesztyűben dolgoznak, folyamatosan fertőtlenítünk, takarítunk. A Csók István utcai intézményben izolációs szobákat is kialakítottak arra az esetre, ha fertőzés veszély miatt valamelyik lakót el kellene különíteni. A Magyar Honvédség jelezte feléjük, hogy hamarosan el fogják végezni az épület teljes fertőtlenítését, tette hozzá az intézményvezető. Az Egyesített Szociális Intézmény vezetése a lakók mellett a hozzátartozók türelmét is kéri. Tényleg mindenkinek a türelmét kérem, a kitartását, azt, hogy nem jöhetnek be most az intézménybe a hozzátartozók, ez a lakóink érdekében van. Ezt tartsuk be, mi is betartjuk, csak a dolgozók jöhetnek be, ők is védőfelszerelést használnak, senkit nem engedünk be tényleg a házba. Tehát a beszállítóink is a külső bejáraton jöhetnek be, de akkor is csak az udvarra. Tehát tényleg mindent megteszünk, hogy izoláljuk magunkat ilyen szempontból. A lakók egészségi állapotának ellenőrzése mellett a dolgozókra is nagy figyelmet fordítanak. Az Egyesített Szociális Intézmény Idősek Otthonának jelenleg 64 lakója van.